Melyiket választanád, a filmet vagy a könyvet? Szerintem a filmet. Igazából azért, mert imádok moziba járni. De a leggyakrabban a könyv verziója a filmnek jobb szokott lenni. Könyvet. Filmet. Könyvet olvasnák. A könyveket nagyon szeretek olvasni, mert ott a saját képzeletembe tudom megalkotni a szereplőket, és minden úgy van, ahogy én képzelem el. Úgyhogy én a könyveket jobban szeretem. Én is egyetértek Rékával, mert a filmek azok gyakran elrontják az élményt, hogy máshogy képzeltette el, mint ahogy ott mutatják. Vannak-e őrlények? Na, ezzel megfogtál. Erre a kérdésre nem számítottam. Hát remélem nincsenek. Ebben nem hiszek. Más életforma lehet. Őrlényekre nem gondolom, hogy... Hát biztosan van másféle életforma a Földön kívül. Szóval hiszek bennük. Hát... Szerintem a nagyon-nagyon világűr, szóval lehet, hogy vannak egy más bolygókon. Még nem találkoztunk velük. Vannak. Hát valóban még biztosan élet a Földön kívül. Különben ennyi ember ekkor univerzumot létek elpocsékolni. Mit gondolsz? Vannak-e őrlények? Nincsenek. Mi van a halál után? Kérdezzük meg, hogy van meghalt? Nem tudom. Szerintem biztosan van élet a halál után. Egyre inkább az a gyanúm, hogy semmi, de igazából valószínűleg nem is ez a lényeg, hanem hogy előtte. Nem tudom. Hát mert kiderül. Igazából elképzelésem sincs. Ez egy nagyon jó kérdés, és én nagyon félek emiatt a haláltal, mert nem tudom, mi van utána. Úgyhogy ezt nem tudom, mert nem tudom. Én sem tudom, de szerintem semmi, vagyis én nem hiszek ebben a mennyország, vagy pokol dologban. És hol vagyunk, mielőtt megszületünk? Ugyanott, ahol a halál után, ahová a halál után kerülünk, szerintem. Isten, fogalmam sincs. Azt hiszem, sose tudjuk meg. Hol vagyunk, mielőtt megszületünk? Hát gondolom, anyukánk hasában. Hát anyukám hasában vagyok, és onnan táplálkozom, de nem tudom, nem igazából. Hát ennyi.